Sziasztok srácok, Zsózé vagyok, és ez itt a The Forest. Igaz, most nem a sorozattal fogunk foglalkozni, srácok, hanem a patch-el. Ugye tegnap kicuppantották a patch-et rá, és oda lett a mentés. Most mi lesz a sorozattal? Kérdezhetnétek, de semmi gond. Összeszögeltem nagyjából úgy a területet, ahogy ugye, illetve ameddig együtt eljutottunk, és amit ti is láttatok. A holnapi rész még a patch előtti időszakból valósi. Na de miért van ez a videó? Gyerekek, ma a patch-el fogunk foglalkozni, hogy mit csináltak, mi történt a patchben, és hogy miért jó ez nekünk. Hasó egye ki a nyakát! Na, srácok, azt mondom nektek, hogy ugye lehet építeni már hajót a Forestban. Az a baj vele, hogy bugos, mint a picsa. De most gyorsan össze is szögeljük ezt, hogy lássátok ti is. Az a baja neki, hogy még egyelőre nem lehet irányítani. Ugye ezelőtt, a patch előtt nem lehetett összeszögelni a hajót. Most már össze lehet, csak szart se érünk vele körülbelül. Félre ne értsétek, nem fikázni szeretném a Forest című játékot, hiszen nekem is hihetetlen nagy kedvencem. Talán nem tudok, azt mondom, hogy az egyik legjobb játék mostanában. Sőt, igazából nem is tudok vele egy lapon említeni semmit, úgyhogy közel a legjobb játék. Természetesen van mit javítani, a patch-en rengeteg bugfix jött, állítólag nem, ha szétvered a hullát, akkor már nem repülsz föl az égbe. Hát, azért néha még fel-fel röppenek, én tapasztaltam, de a növényzetet is fixálták, és még ezer és ezer dolgot. Igazából én most azt szeretném nektek megmutatni, amit érdemes, nem pedig az ilyen muskátli fixelés, meg ilyenek, úgyhogy ezt fogjuk megnézni, gyerekek. Ki is cuppantottuk a fát, a helyírő, gyerekek, már csak egy izét ide pattintunk. Egy rönköt. Kész is a hajó, gyerekek. Hát mintha egy dildo állna ki a közepéből. Tehát így tudjuk lögdösni magunk előtt, de mindjárt fejre fordul. Most rá szökkenünk, gyerekek, mint Huckleberry. Nem szökkentünk rá? Öcsém, hát ugorj már rá. Te tehetségtelen. Hát azért nem bírok ráugrani. Pedig sikerült ma, most nem is értem. Szóval gyerekek, ennyit tudunk csinálni a tutajjal. Igaz, rá tudunk ugrani, de akkor felborul. És fejjel lefele marad. Úgyhogy ez nem valami nagy fejlesztés, csak azért mondom, mert sokan írtátok a sorozat alatt, hogy építs meg a hajót, meg ilyenek, tudjátok, van is egy gyerek, aki építs meg a hajót, full caps lock, 8 felkiáltójel, 4-4, újabb 8 felkiáltójel. Neki reagáltam is, azt hiszem. Szóval ennyit a hajóról, sajnos ez egy lefutott kör, ez majd a következő patchben reméljük, hogy meggyógyul. És akkor még azt is elmondanám nektek, srácok, hogy ami változás még történt, az nem más, mint hogy tudunk építeni tetőt is, már a falakból, és azt eképpen tudjuk, látjátok, így tudjuk pattintani őket szépen sorba, mint a boltba. Tehát ez az egyik változás, illetve fölfelé irányba is tudunk építkezni. Határa csillagos ég! Ugyanis a lépcső segítségével fel tudunk kocogni az emeletre, vagy a padlásra. Itt még érdemes megemlíteni, srácok, fixálva lett, illetve javítva, vagy éppen rosszabbítva a tűz, ugyanis már nincs akkora világító ereje, hogyha nem pumpálod tele falevéllel állandóan, tehát elhalványul, és tulajdonképpen alig világít valamennyire. Na meg ez a bogyó, gyerekek, ezzel se találkoztam még, de ez mérgező. Tehát eddig nem láttam ezt a világos színűt, ez mérgező, úgyhogy valószínű ez is az újítás része. Majd elfelejtettem mondani, hogy a vízzel is foglalkoztak kicsit, tehát már nem sokkal szebb a textúrája, és ha lemerülünk a víz alá, akkor nem olyan bugos semmit látunk. Ja de... hát néha nem, gyerekek, néha ilyen kék cuccot látunk, mintha fejünk azóta sincs, látjátok? A fej nélküli ember, ki a vízbe fingani nem mer. Gyerekek, itt a meglepetés. Ugye ígért nekünk a Forest
ígértek a Forest készítői egy meglepetést a hajón. Nézzük, mi ez, gyerekek. Úgyhogy fölcuppanunk a bárkára. Rákullantunk a hátára egyet. Ó, azt a gyerekek! Hát egy cokor rádió, hát ha nem a Korda Gyuri kazettája, akkor nem is kell. Klárikám, érted? Vagy a Zambó Jimmy. Fogadj örökbe, most és mindörökre. Na de nézzük már meg. És le tudjuk játszani egyből. Oh yeah! Oh yeah! Diszkó időszak, gyerekek. Ez már valami. Az azt mondom, elég gyerekek, elég ebből. Ami a busmanokat érinti, gyerekek, az nem más. Az a baj, most nem látok itt ilyet. Van az a csávó, aki éjszaka járja az erdőt a hajtásaival. Tehát neki nem egy és két koponyája van. Ő annyi update-et kapott, hogy nem deszkák tartják a koponyákat, hanem emberi kezek, 6 darab kezet kapott, gyerekek. Hát a konyhába hányszor szokták mondani anyukák, apukák, vagy nem tudom, aki fősz, hogy ha mi lenne, ha 8 kezem lenne. Na meg a recskázásnál se utolsó, hogyha 6 kezed van. Valljuk be! És még egyébként van egy velük kapcsolatos fejlesztés, az nem más, mint hogyha egy nőnek a családtagját, vagy akivel jön, elkezdett kloffolni, hisztérikus rohamot kap néha, ismétlem, néha, nem mindig, a gári gyereke. A meszes csöcsű. Dürü, 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 dürü. Ez átment a sziklán. Jó, hát van ilyen, gyerekek. Most kéne leszúrni! Ez már homoki cápa lett. Hivatalosan is. Egyébként jól nézze ki, attól függetlenül, hogy bugos most is beúszott a szikla alá, és igazából ránk fáj a foga, föl is zabál minket. Nem gondolkodik sokat. De még azért beljebb megyek és megmutatom, hát itt van. Nem, mondjuk így elég szar, hogy a homokban mutatom. Így most nem igazán tud támadni, ott is van. Messziről megérzi a finkszagot és ránk lecsap, mint tyúk a takonyra, illetve szeretne. Minden esetre köszönöm, hogy velem tartottatok. A sorozat holnapi része még a patch előtti időszakból való, az azután következő rész pedig már itt folytatjuk. Úgyhogy minden jót, Zsozé voltam, szevasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!